Szeretettel köszöntöm Botka Gabriellát, a képzés szakmai felelősét is. Én Komjáti Diana vagyok, a Penta Unió operatív igazgatója, illetve felnőtt képzési szakértő. Immár 11 éve dolgozom itt a Pentánál a képzések szervezésével kapcsolatban. És hát akkor szeretnélek kérni, Gabi, téged is, hogy mutatkozz be a résztvevőinknek. Ennek semmi akadályát nem látom. Sziasztok, én Botka Gabriella vagyok, de szólítsatok nyugodtan Botka Gabinak, Gabinak. Én leszek a ti oktatótok, a társasház kezelő képzés oktatója. Sosem titkoltam a koromat, 56 éves vagyok, Budapesten élek és dolgozom, és mivel már 38 éve folyamatosan dolgozom, ezért nagyon-nagyon hosszú és változatos pályafutás áll a hátam mögött, és nagyon sok területen szereztem releváns szakmai tapasztalatot. A közös képviselet és a társasház kezelés az, ahogy a bemutatkozó anyagban is benne volt, egy tényleg fatális véletlen folytán került a képbe, de én nagyon megszerettem, és hát el tudom mondani, hogy annyira megszerettem, hogy a társasház kezelés mellett, tehát effektív a házak kezelése mellett 4 éve már tanítom is ezt a szakmát, és megmondom őszintén, hogy talán ezt a részét még jobban is élvezem egy picit, mint a társasház kezelést. Én arra kérnélek, Gabi, hogy foglald össze, hogy miért is vannak a lehető legjobb helyen azok, akik a Penta társasház kezelő képzését választották? Hát nagyon jó helyen vagytok azért a Pentánál, mert nagyon kényelmesen otthon karosszékből is tanulhattok. Tehát online zajlik az oktatás teljes mértékben, és azért valljuk be őszintén, mire odautazol egy képzőhelyszínre, akkor mire ott még eltöltöd az idődet, akkor nem tudsz ebédelni rendesen, akkor. Ez egy sok minden. Aki emberből van, az pontosan tudja, máshol van az agyad, meg egyébként is az egész utazás, mint olyan egy időtényező. Otthon szépen leülsz, ha van egy kis kuckód, kiválóan el tudsz helyezkedni, és tudod nézni az én kis orcámat, és tudsz tőlem kérdezni. Nagyon jó az árérték arány. Tehát összehasonlítva azzal a tanfolyami árral, amelyeket én ismerek, és korábbról a birtokomban rendelkezésemre áll, tényleg nagyon jó árérték arányban tanulhattok. És az árérték arányban azt is értsetek, hogy én megígérem nektek, hogy nagyon jó képzést fogtok kapni. Ebben biztosak lehettek. És tényleg egy olyan professzionális oktatási rendszerrel találkoztam itt a Pentánál, hogy még nekem is egy újdonság volt, hogy így is lehet, és most tényleg nem azért merítő mellettem a díja, de hát tök jó, hogy hallja, de tényleg nagyon jó ez az oktatási rendszer. És hát amit mondtam, hogy idő, tehát nem kell iskolapadban ülnöd napont, vagy ülnötök naponta 8 órát, és ott üldögélni, és akkor azon gondolkozni, hogy mikor fogtok már hazaérni. Ami szerintem még szintén nagyon jó, ez a saját tempó. Ha akarod, akkor 3-szor, 5-szor, 12-szer megnézed azt a videót, azt a PPT-t, el tudod olvasgatni szintén 5-szor, 3-szor, 18-szor azt az oktatási anyagot, amit a rendelkezésetekre bocsájtottunk. Tehát tényleg kifejezetten a saját tempótokban tudtok haladni. Bármikor kérdezhetsz az oktatótól, vagyis tőlem, a távoktatási felületen, ugye, amit beszéltünk, meg a Facebook csoportban is. Tényleg nagyon hasznos lesz az nektek egymással tartani a kapcsolatot. És hát a kérdéseitekre biztosak lehetek, hogy választ is fogtok kapni. Azt nem ígérem meg, hogy 3 perc, 12 másodpercen belül, mert az lehet, hogy egy picit később lesz, de mindenkinek fogok válaszolni. És hát ez ugye a ti asztalotok, hiszen ez a 100% pénz visszafizetési garancia, ez nem az oktatónak a kompetenciája, de a Penta ezt is a rendelkezésetekre bocsátja, hogy 14 napon belül a képzési díjat visszakapjátok, ha mégsem tetszik az, amit én nyújtani tudok nektek, és azonnal kezdhető a tanulás. Ha jól tudom, akkor aki befizette a regisztrációs díjat, az már meg is kapta a tananyagnak az első részét. Így van, és ezzel már tudtak ismerkedni, úgyhogy lehet, hogy még meg is lepődsz, hogy sokan mennyire felkészülten érkeznek. Úgy legyen. Órára, úgy legyen. Ugye... Oktassatok ki engem, nyugodtan. Nyugodtan. Az első alapvető kérdés, amit szeretnék feltenni neked, hogy kiknek való ez a szakma, kinek ajánlod a társasházkezelést, mint foglalkozást? A társasházkezelés, mint foglalkozás, mivel egy nagyon összetett és nagyon sokrétű szakma, leginkább azoknak tudom ajánlani, akik
akik tudnak kommunikálni az emberekkel. Mert igaz, hogy nagyon sok az adminisztratív tennivaló is ebben a szakmában, igaz, hogy nagyon sok az is, hogy műszaki tudnivalók alapján el kell hárítani, mondjuk egy csőtörést, egy felújítást el kell végezni, de a legszignifikánsabb, legmarkánsabb része ennek a szakmának az, hogy a tulajdonosokkal kell tartani a kapcsolatot, velük kell kommunikálni, velük kell beszélgetni. Tehát aki egy picit is tud kommunikálni a többi emberrel, annak bátran merem ajánlani, hogy vágjon bele, és kezdje el ezt a szakmát. Ne csak megtanulja, hanem utána folytassa és űzze is ezt a szakmát. Hosszú távon egy nagyon jó megélhetés biztosító lehetőség, hiszen ha katás egyéni vállalkozóként végzed ezt a szakmát, akkor azért 2-3 ház kezelésével már ami mondjuk egy ilyen 100-150 albetétet jelent, hogy az micsoda, majd megtanuljuk, ne aggódjatok. Tehát ez most úgy tűnik, hogy azt se tudjátok, hogy miről beszélek. Tehát 2-3 ház 100-150 albetétnél már havonta nagyon jól meg tudsz belőle élni. Igaz, hogy dolgozni is kell hozzá azért sokat. Tehát ingyen nem adnak semmit. Van-e bármilyen törvényi előírás egyébként azzal kapcsolatban, hogy valaki ezt a foglalkozást végezze? Van. És lesz is. Tehát amit tudni kell, hogy régebben volt ez a szabadrablás idézőjelben, bárki kezelhetett házat, nem kellett hozzá semmiféle végzettség, majd megérkezett az a lehetőség, hogy társasházkezelő tanfolyam is indult, elindult a képzés, de még mindig nem történt meg az a törvényi szabályozás, hogy ez kötelező lenne. Viszont egy bizonyos ideje már ahhoz, hogy valaki társasházat kezeljen, ahhoz rendelkeznie kell ezzel a végzettséggel, és nem csak rendelkeznie kell ezzel a társasházkezelő végzettséggel, hanem regisztrálnia is kell a kormányhivatalnál. Nem kormányablak, ezt fogjuk tanulni ezt is. A kormányhivatalnál be kell jelenteni azt, hogy ő ezt a tevékenységet végezni fogja. Nem engedélyt kell kérnie, regisztrálnia kell. Ami még nagyon fontos, hogy nem állhat senki a társasház kezeléstől való eltiltás alatt, hogyha ezt a szakmát szeretné űzni, és kell hozzá valóban egy erkölcsi bizonyítvány. És amit majd meg fogunk tanulni, hogy közös képviselet társasház kezelés, ez a társasház kezelésre vonatkozott. A közös képviselőknek jelenleg nincsen semmilyen törvényi előírásuk, de 2023. január 1-től, most oda tolódott ki ez a dátum, szintén regisztrálniuk kell majd, mégpedig az ingatlan nyilvántartásban, tehát magyarul a lánykori nevén a földhivatalnál, hogy ők közös képviseletet látnak el az adott társasháznál, és ez a társasháznak a törzslapjára, mint egy széljegy gyakorlatilag, mint egy haszonélvezet, vagy bármilyen jogbejegyzés, feljegyzésre fog kerülni. Anélkül nem lehet majd közös képviseletet ellátni. Mit is csinál valójában az, aki társasházkezelő? Hoho! Hát, nagyon keményen dolgozik, de nagyon élvezetes munkaideje van. 4 terület lehet, amiről beszélhetünk, de lehet, hogy van az 5 is, mert ugye egyrészt van egy könyvelés. Most a könyvelésnek ne azt az abban az értelmében gondoljátok, mint amit egy könyvelő végez, aki a számviteli részét végzi a könyvelésnek, ez egy analitikai könyvelés, amit befizetnek a tulajdonosok, neked fel kell rögzíteni majd egy rendszerbe, hogy tud, hogy ki az, aki fizet, ki az, aki nem. Ha beérkező számla van, akkor azokat fel kell rögzítened. Lehet, hogy neked kell kifizetned. Csőtörés van, menedzselned kell. Műszaki dolgok vannak, menedzselned kell. Felújítás van, menedzselned kell. Biztosítási káreseményt kell intézned például. Te tervezed meg a fenntartási munkákat, a kivitelezési munkákat, és ellenőrzöd is ezt az egészet. Elkészíted a szerződéseket. Tehát gyakorlatilag egy picit jogásznak is kell, hogy legyél, ahhoz, hogy egy szerződést úgy tudj elkészíteni, hogy abban ne lehessen belekötni, ne lehessen semmi jogi vita a későbbiekben. És ami a legfontosabb, hogy te hívod össze a közgyűlést, te fogod levezetni, jegyzőkönyvet te fogod ellenőrizni, mindent a közgyűléssel kapcsolatban te fogod csinálni, mármint társasházkezelő, betartva természetesen az összes törvényt, jogszabályt, előírást, rendelkezést, mindent, tehát ezeket is ismerned kell. Tehát kicsit jogászok vagyunk, kicsit könyvelők vagyunk, kicsit műszaki szakemberek vagyunk, és egy kicsit ilyen kommunikátorok vagyunk, tehát ez a mi munkánk. És hol tud elhelyezkedni az, aki ugye a katás
vállalkozást már említetted, de feltételezem van más formája is annak, hogy... Igen, van más formája is, tehát egyrészt saját vállalkozásban is végezhetitek ezt a tevékenységet, de ha nem szeretnétek eleinte ezzel így foglalkozni, tehát vállalkozói formában, akkor megtehetitek azt, hogy vannak olyan cégek, akik közös képviseletet látnak el. Egy nagy KFT vagy egy részvénytársaság, és ők foglalkoztatnak alkalmazottként társasházkezelőket. A közös képviseletet ellátja ez a cég, ti pedig, mint társasházkezelők, munkaviszonyban fogjátok ellátni a társasházkezelést. Ez egy nagyon jó alap arra, hogy megtanuljátok a szakmát, és a későbbiekben, mint önálló vállalkozók, saját magatok tudjatok mindent végezni. Javaslod egyébként, hogy először a gyakorlati időt valamilyen beosztotti formában végezzel valaki? Igen, én javaslom, mert azért ez egy olyan szakma, amihez nagyon nagy rutin is szükséges. Uh-huh. Tehát ez egy dolog, hogy most el fogjuk végezni ezt a tanfolyamot, de mindenféleképpen, hogy bele tudjunk rázódni ebbe az egész folyamatba, kell az, hogy legyen egy olyan cég, ahol a könyvelés valaki más végzi, oda tudunk menni, meg tudjuk nézni, hogy folyik ez az egész. Van egy műszakis kolléga mondjuk, aki ezeket a felújítási munkákat megszervezi, a műszaki paramétereket meghatározza, és ezt mind-mind meg tudjuk tőle tanulni, és akkor utána már sokkal könnyebb lesz a saját magunk által működtetett vállalkozásnak a menedzselése vagy vitele. Ugye a bemeneti feltétele ennek a képzésnek az érettségi. A hiányzást kérdeztétek már hozzászólásban is. Képzési program szerint a megengedett hiányzás modulonként 20%, ami a konzultációkra értendő, tehát azokra a szombati alkalmakra, amikor személyesen az online térben találkoztok Gabival. A felnőttképzési szerződésben látjátok azt, hogy mi a következménye annak, hogyha valaki túllépi a megengedett hiányzásnak a mértékét, ez pedig azt jelenti, hogy veszélyeztetitek a sikeres vizsgát. Tehát gyakorlatilag más következménye nincs kötelező óralátogatás abban az értelemben, hogy ha esetleg nem tudtok részt venni egy-egy órán, akkor amiatt esetleg ne tudjatok mondjuk részt venni a vizsgán. Maga a szombati óra egyébként nem lesz visszanézhető, tehát azokon érdemes személyesen is részt venni, majd erről fogunk a későbbiekben beszélni. A képzés befejezésével megszerezhető dokumentum a képzőintézménynél egy tanúsítvány lesz, és ez a tanúsítvány fog feljogosítani benneteket arra, hogy egy akkreditált vizsgaközpontba elmenjetek, és itt teljesítsétek a képesítő vizsgát, ami alapján kiállítja számotokra az akkreditált vizsgaközpont a képesítő bizonyítványt. Ez a képesítő bizonyítvány lesz a korábbi OK-s bizonyítvánnyal egyenértékű, államilag elismert bizonyítvány. Néhány szó a képzés finanszírozásáról. Maga a képzési díj ugye két részből áll, az egyik rész a regisztrációs díj, a másik rész pedig az a tanfolyami díj, ami a felnőttképzési szerződés megkötését követően kerül kiszámlázásra. A képzési díj tartalmazza a modulzáró vizsgáknak a díját, illetve a konzultáció keretében a társas házkezelési tervnek a leadási díját is, ami nagyon fontos, hogy erre az ütemezésben ugye meg van határozva egy határidő, amelynek az elmulasztása esetén pótvizsgadíjat, illetve késedelmi díjat ugye a leadással kapcsolatban felszámítunk, tehát érdemes az ütemezés szerint haladni, részt venni a szombati órákon, és időben elkezdeni a társasházkezelési tervnek az elkészítését, hogy mindent határidőben, és így mielőbb bizonyítványhoz jutva tudjatok teljesíteni. Magát a képzési díjat három módon lehet finanszírozni. Az egyik mód az, hogyha valaki ezt saját magának fizeti, akár egy összegben, akár részletben. A másik lehetőség, hogyha esetleg valakinek a munkáltatója fizeti ezt a képzési díjat. És akkor térjünk rá a szakmai tartalomra, ami kevésbé száraz, sokkal-sokkal izgalmasabb ennél. Ugye négy modulból áll gyakorlatilag a képzés. Ez a négy modul, ez
A programkövetelményben ugye gyakorlatilag egy az egyben található, viszont igen, annak érdekében, hogy egy kicsit körülhatároltabbak legyenek ezek a tartalmi egységek, ezért nálunk modulokra bontva, tananyagegységekre bontva találjátok meg a tananyagot is a távoktatási portálon. Úgyhogy most nézzük meg tananyagegységenként, jó, hogy miről is lesz szó. Ugye van nekünk egy ilyen nagyon általánosnak tűnő, de annál izgalmasabb modulunk, ez a társasházkezelői ismeretek. Mit fognak itt tanulni? Hát ez a társasházkezelés sava borsa. Gyakorlatilag mindent, ami ahhoz szükséges, hogy például le tudj vezetni egy közgyűlést, fel tud rögzíteni az analitikát, illetve tud kezelni az analitikai programot, tudják kommunikálni a tulajdonosokkal, meg tud írni egy szerződést, meg tud írni egy általános szerződési feltételt hozzá, ki tud választani azt a vállalkozót, aki az adott munkára, az adott munkához a legjobb ajánlatot adta, és ez nem feltétlen biztos, hogy a legolcsóbb. Tehát ezt is meg kell, hogy tanult, hogy, illetve ebben fogjuk megtanulni, hogy ezt hogyan tudjuk kiválasztani, hol kezeljük a pénzeszközöket, milyen jogi szabályozásai vannak a szerződéseknek, mi a közös tulajdon, mi a tulajdoni hányad, hogyan tudjuk kiszámolni a közös költséget, hogyan tudunk egy tulajdoni hányadot kiszámolni, hogy kell írásban szavazni, mi az a határozatok könyve, hogy kell azt vezetni. Tehát minden olyat, ami a társasház kezelői munkának a tulajdonosokkal való kapcsolattartási része, és hát gyakorlatilag a külső vállalkozókkal, hatóságokkal való kapcsolattartásnak a része. Tehát mondhatjuk, hogy ez lesz a gyakorlatiasabb modul, így van, és akkor vannak még van három modulunk, ami, ha jól érzem, egy picit elméletibb lesz. Igen, a műszaki ismeretek, hiszen nem fogunk kimenni terepre együtt közösen már, csak azért sem, mert úgy távoktatásban dolgozunk, illetve tanulunk. A műszaki ismeretek tudni kell, amikor átveszel egy házat kezelésre, hogy az milyen műszaki állapotban van, mit kell nézned ahhoz, hogy egyáltalán, amikor meg akarod pályázni, akkor megpályázd azt a társasházat, érdemes-e, mert lehet, hogy olyan rossz műszaki állapotban van, hogy te ezt inkább ne is foglalkozz vele, vagy ha mégis belevágsz, akkor tudd, hogy mibe fogsz belevágni, milyen építési módok vannak, odaállsz egy panelház elé, akkor ne keresd a manzártetőt a tetején, most egy kicsit sarkosan, tehát minden olyan műszaki ismeretet, ami szükséges ahhoz, hogy üzemeltesd, működtesd a házat, érintésvédelem, villámvédelem, milyen gyakran kell a felvonókat ellenőriztetni, ki az, akivel ellenőriztetned kell, milyen szabványok vannak, tűz, balesetvédelem, környezetvédelmi szabványok, ez mind a műszaki ismereteknek a része, és még elég sok más is benne van, és hát van a jogi ismereteink is, ugye ez egy szerződés, az nem csak arra a részre értendő, hogy tananyagegységben a közös képviselet, vagy a társasházkezelés ellátására, hanem a jogi ismereteknél is ott kell lenned az íróasztal mögött, és meg kell tudnod írni egy olyan vállalkozói szerződést, ami ül, megfelel, tudnod kell, mi a különbség egy vállalkozói szerződés, meg egy megbízási szerződés között, mert nem ugyanaz, ezeket mind meg fogjuk tanulni. Ráadásul azért vannak ám olyan tulajdonosok, akik nagyon nem szeretnek fizetni, azokat valahogy noszorgatni kell arra, hogy tessék már fizetni, és ez nem a jól irányzott fenékenütés, hanem ennek megvannak a jogi hátterei, jogi alapjai, hogy hogyan tudja egy kintlévőséget kezelni, egy fizetési meghagyás, egy végrehajtás, egy jelzálogjog bejegyzés, ezeket mind tudnotok kell, és meg is fogjuk tanulni a jogi ismeretek keretén belül. És akkor van még egy elméleti egységünk, az én szívem csücske, csak ezért tűnt fel, hogy kimaradt pénzügy. Ez a pénzügy. Hát igen, én inkább annyira a társasházkezelési részben vagyok érdekelt, de igen, van egy pénzügyünk is, hát azt is tudnotok kell, hogy aki könyvelő, megvan ez a végzettség, a saját maga is könyvelheti a társasházat, megnyújthatja a mérleget, mert elkészítheti az egyszerűsített beszámolót, viszont akinek nincs ilyen végzettsége, az majd könyvelőt fog igénybe venni, de attól függetlenül a társasházi analitikát azt nektek kell majd kezelni, és ehhez bizony tudni kell a számviteli alapismereteket is, tudni kell értelmezni egy mérleget, már csak azért is, mert ez most már vizsgakérdés lesz, hogy az előző OKI és képzésben nem volt vizsgakérdés, most már az lesz. Nézzük egy kicsit, hogy is fog a gyakorlatban működni ez a képzés, milyen is a mi online képzési rendszerünk.
Amit már megkaptatok tanulási tudnivalókat, abban is láthattátok, hogy ugye van egy ütemezésetek, amit a hallgatói oldalról tudtok letölteni. Ebben az ütemezésben van gyakorlatilag hétről hétre beosztva az, hogy mikor kell önállóan tanulni, mikor lesznek pontosan az online órák, illetve itt vannak megjelölve azok az egységek, amelyeket a tanulási útmutatóban alkalmakként fogtok megtalálni, és itt van pontosan meghatározva az, hogy az adott alkalomhoz a távoktatási portálra feltöltött tananyagok közül mi az, amit meg kell néznetek. Legyen az videó, legyen az egy ahhoz kapcsolódó PPT, illetve feltöltésre került rengeteg-rengeteg extra tudnivaló is, igen, ami segít abban, hogy megértsétek mindazt, amiről szó volt akár a videóban, akár a prezentációs anyagban. És akkor már rá is tértünk ugye a következő nagy egységre, ami a videós tananyagokat illeti. Ugye a videós tananyagok az egyéb tananyagokkal együtt kiteszik a képzésnek közel a felét, nem egészen a felét, és a képzés nagyobb fele pedig a szombatonkénti, lehet, hogy nem minden szombaton, de elég sok szombaton, a konzultációkat. Ugye ezek a konzultációk a Zoom felületén fognak megvalósulni, tehát nem így a Facebookon, Facebook Live keretében, hanem a Zoomban, ahol mindannyian látni fogjátok majd egymást, és gyakorlatilag pont úgy, mint a tanteremben, fogtok tudni akár egymással, akár Gabival kérdéseket átbeszélni, akár gyakorlati feladatokat együtt megoldani csoportosan. Ezt majd Gabi úgyis így alkalomról alkalomra el fogja nektek mondani, hogy melyik órára mit szervezett. És ezeknek a Zoomos alkalmaknak az első fele egy ilyen előadásszerű rész lesz, és ezt követően pedig egy olyan konzultációs lehetőség, amikor bármilyen kérdést feltehettek, ami akár a hétközbeni önálló tanulás során, akár a konzultáció előző részében, vagy esetleg a társasházkezelési terv elkészítésével kapcsolatban felmerült. A Zoom felület mellett készítettünk nektek ugye egy Facebook csoportot, ahol most is találkoztunk. Ennek a Facebook csoportnak a célja az, hogy egymással tudjatok bármikor egyeztetni. Tehát ha bármi kérdésetek, észrevételetek van, amire azt gondoljátok, hogy a többiek tudnak válaszolni, vagy szeretnétek együtt tanulni, vagy gyakorolni, és szeretnétek megszervezni, ez most a többi Facebook csoportnak a tapasztalata, akkor erre lehetőségetek van. Ami nagyon fontos, hogy sem Gabi, sem az oktatás szervezőtök Brigi nem fogja a Facebook csoportot olyan szinten figyelni, hogy ott feltétlenül válaszoljon a kérdéseitekre. Tehát a kérdésfeltevésnek attól függően, hogy kitől szeretnétek kérdezni, meg lesz a maga helye. Amennyiben Gabitól szeretnétek kérdezni, és úgy érzitek, hogy nem ér rá szombatig, amíg személyesen találkoztok, akkor a távoktatási portál fórumán tudtok neki e-mailben írni. Ez a fórum úgy működik gyakorlatilag, mint egy levelező lista, tehát hogyha itt kérdeztek, akkor azt nem csak Gabi, hanem a többiek is meg fogják kapni, így a választ, amit Gabi küld, is meg fogjátok kapni mindannyian, ezáltal tanulhattok egymás kérdéseiből is, illetve elkerülhető lesz az, hogy esetleg többen ugyanazt a kérdést feltegyétek. Ezen kívül, ami még úgy tapasztaltuk, hogy nagyon hasznos, Brigitől, az oktatás szervezőtől fogtok minden héten hétfőn vagy kedden, attól függően, hogy esik a hét eleje, egy heti tudnivalókat kapni e-mailben, amiben össze fogja foglalni azt, hogy az adott héten milyen önálló tanulási tudnivalók vannak, pontosan mikor lesz a konzultáció, hogyha esetleg Gabi küld előzetesen bármilyen anyagot, akkor ezt is csatolja ehhez az e-mailhez, illetve ebben az e-mailben lesz benne magának a Zoom meetingnek az adata, ami alapján tudtok majd csatlakozni ezekhez a konzultációkhoz. Elkészült már maga a leírás, ezt hétfőn fogjátok a heti tudnivalókkal megkapni, hogy pontosan a Zoom-mal kapcsolatban milyen tudnivalótok van. Én feltételezem, hogy lehet, hogy sokan ismeritek is magát a szoftvert, amennyiben nem, akkor előre tudom bocsájtani, hogy nem lesz bonyolult, amennyiben a leírás szerint haladtok, akkor be fogtok tudni lépni, és második alkalommal a leírásra sem lesz már szükség, mert tényleg nagyon-nagyon egyszerű. És hát akkor nézzük azt a részt, ami ilyenkor mindenkit a legjobban érdekel. A vizsga. Hogy is alakulnak, igen, ezek a vizsgák. Ugye lesznek egyrészt feltöltve ilyen kis önellenőrző tesztek a tananyagok egységeinek a végére. Ezek nem számítanak be sehova. Nem, ezek csak önellenőrzések. Így van, azért van, hogy kitöltsétek, és hogyha
ha jól teljesítettetek, akkor menjetek tovább a tananyagba, hogyha nagyon-nagyon nem mentek a kérdések, akkor érdemes egy kicsit visszamenni arra a tananyag részre, amire vonatkoztak a kérdések, egy picit átismételni, és csak akkor tovább menni, hogyha egy adott tananyag rész már nagyjából elsajátításra került. És akkor a képzés végén lesz ugye nekünk egy modulzáró vizsgánk. Igen. Mit kell tudni erről a vizsgáról, Gabi? Itt jövök a képbe, mint véres kezű és véres szájú oktató, de nem kell megijedni. A modulzáró vizsgáról azért annyit el kell, hogy mondjam, hogy nem lesz olyan nagyon könnyű, hiszen ha egy nagyon könnyű modulzáró vizsgát készítenék nektek, akkor fennállna az esélye, hogy a nagy hatósági vizsgán nem biztos, hogy át fogtok majd menni. Azt tudnotok kell, hogy minden egyes tananyagban, illetve minden egyes alkalommal fogunk megcsinálni olyan teszteket, amelyek korábban, illetve olyan vizsgafeladatokat, amelyek korábban a korábbi OK-i és vizsgáknak voltak a vizsga kérdései. Pontosan azért, mert nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy nem hasonlóak lesznek majd a jelenlegi oktatási rendszerben is az írásbeli vizsgán. Tehát fel foglak benneteket készíteni arra, hogy a modulzáró vizsgát sikeresen meg elvégezzétek. Minden egyes tananyag egységből lesz benne kérdés. Nem fogjátok megúszni a jogi ismereteket sem, meg a pénzügyet sem, nem fogják megúszni senki. És tényleg kifejezetten kiemelném azt, hogy azért lesz ez egy picit nehezebb ez a vizsga, mint amit teszteket kaptok, vagy kaptatok, hogy tényleg el tudjátok majd végezni, abszolválni tudjátok a képesítő vizsgátokat a végén. Jó, tehát fogunk olyan kérdéseket venni, majd úgy szépen titkosan, nem is fogok szólni róla, hogy ez olyan kérdés lesz, ami esetleg szerepel a modulzáró vizsgában, de lesznek ilyenek, és szerintem, ha felkészültök, és hogyha egy picit odafigyeltek, meg fogjátok tudni csinálni, de minden témakörből lesznek kérdések. Jó? Mindenkinek megfelel? Oké? Okay. Rendben. Látom, hogy mindenki, bólogat. Szegeden is, Pécsen is. Úgyhogy, igen. Értetek, haragszom, nem ellenetek, így idézőjelben, hogy idézzek valakit, tehát miattatok fogom ezt a modulzáró vizsgát úgy elkészíteni, hogy mindegyikőtök majd le tudja tenni a képesítő vizsgáját. Jó? És ugye ez egy írásbeli vizsga, így 180 van. Perces, tehát nem egy rövid vizsga lesz, de a jogi, hogy lesz idő átgondolni a válaszokat a kérdésekre. 60% a antré. A belépés. Több mint 60. Több mint 60. Igen, megfogalmazva ez a programkövetelményben. És azt hiszem, a modulzáróról nagyjából mindent elmondtunk, úgyhogy ugorjunk is a következő témára, ami ugye feltétele annak, hogy a képzőintézmény részéről, tehát a PENTA részéről a tanúsítvány kiállításra kerüljön, ez pedig a társas házkezelési terv, ami nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, ugye ez is visszaköszön majd a képesítő vizsgán. Mit kell tudni erről a társas házkezelési tervről? A lánykori neve szakdolgozat. Azt kell róla tudni, korábban így hívták, most társas házkezelési terv. Gyakorlatilag el kell készítenetek egy kezelési tervet, egy igazi, megfogható, helyén lévő, helyrajzi számmal rendelkező társasházról. Jó? Tehát megvannak a paraméterek, hogy hogyan, hogy kell kinéznie, minek kell, hogy legyen benne, milyen betűtípussal, betűmérettel, sorköztávolsággal, hogyan kell, hogy kinézzen esztétikailag. Ezt mind szépen megkapjátok, hogy kell ennek kinéznie. Viszont kaptatok egy nagyon szép szakdolgozatot, társasházkezelési tervet extraként, vagy fogtok kapni, benne lesz a tananyagban, mint extra. Ne ijedjetek meg, nem tudjátok kimásolni, mert úgy mentettem le, hogy nem másolható. Pontosan azért, hogy azért dolgozzatok egy picikét is, de ez egy olyan korábbi társasházkezelési terv az előző valamelyik csoportomból, amire azt mondtam, hogy ez egy nagyon szép szakdolgozat, társasházkezelési terv, és hogyha így néz ki a tietek is, akkor garantáltan nagyon jó eredménnyel fogjátok zárni ezt a részét a képesítő vizsgának. Ilyenkor mindig az szokott felmerülni problémaként, hogy jó, de honnan lesz nekem társasházam? Hát, ha te nem társasházban laksz, hanem kertesházban, akkor biztos van barátod, ismerősöd, aki ott lakik, akkor attól kérlek szépen már egy tavalyi beszámolót, költségvetést, és az alapján
a fantáziát szab csak határt, készíts el egy társas házkezelési tervet, senki nem fog kimenni megnézni, hogy tényleg 12 lépcsőfok van-e abban a lépcsőházban, vagy tényleg úgy néz ki, de a lényeg, hogy egy élő, effektív társasháznak kell, hogy legyen, amiből írni fogod, és ütemterveket fogok megadni, már csak azért is, mert a rutin meg az évek azt mondatta velem, vagy mondatja velem, hogy amikor nem volt az első csoportomnál ütemterv, akkor az utolsó héten kezdett mindenki sírni, hogy úristen, most mi lesz? Tehát 3 ütemezést fogok kérni tőletek. Az első ütemezés az lesz, hogy egy címet kérek szépen, és a társasház nevét egy bizonyos idő múlva. A következő az lesz, hogy mindegy, mennyit írtál belőle, kérlek szépen tedd fel a közös oldalra, közös portára, azt én jól megnézem, és jól el fogom mondani, hogy oké, rendben van, vagy hogy nagyjából inkább hogy haladjál tovább, és az utolsó pedig az a határidő, amikor én ezt kérem szépen majd ezt a társasházkezelési tervet. Jó? De nem kell megijedni, minden megoldás. Azért van is a Facebook fórum, szerintem azért is nagyon jó, hogy ezt így kitaláltátok, hogy ott lehet egymásnak segíteni, mert lehet, hogy van, aki ismer 3 társasházat is, és 2 mindjárt tud passzolni valakinek, hogy akkor te írd ebből. Jó, legyünk leleményesek, legyünk kreatívak. Jó? A társasházkezelési tervre tőlünk értékelést nem fogtok kapni. Tehát nincs az, hogy most annak 1-es, 2-es, 3-as, 4-es értékelése kellene, hogy legyen ahhoz, hogy a tanúsítványt kiállítsuk, amennyiben egy olyan, nevezzük akkor szakdolgozatnak, lánykori nép, igen. Amire Gabi is áment mond, tehát azt mondja, hogy ezzel a társasházkezelési tervvel el lehet menni a képesítő vizsgára. Ebben az esetben kiállításra kerül a tanúsítvány, és ennek a tanúsítványnak a birtokában tudtok elmenni az akkreditált vizsgaközpontokba képesítő vizsgára. Ami biztos, hogy a képesítő vizsgának a díja a Pentánál befizetett képzési díjban nincsen benne. Tehát ez a díj gyakorlatilag egy az egyben az akkreditált vizsgaközpontnak a hatásköre lesz, és nála is fogjátok tudni majd intézni az adminisztrációt. Természetesen a jelentkezésben segíteni fogunk, amikor odaérünk, fel fogjuk venni az éppen akkreditált vizsgaközpontokkal a kapcsolatot, és segíteni fogunk a vizsgára való jelentkezésben is. És akkor az akkreditált független vizsgaközpontnál, ahol már nem az oktatóval fogtok találkozni, hanem tényleg teljesen független személyekkel, fogtok tudni tanúbizonyságot tenni arról, hogy milyen tudást is szereztetek meg, aminek ugye 2 része lesz. Lesz egy írásbeli vizsga, ami igen, akkor nagyban fog hasonlítani a modulzáró vizsgára nehézségében, illetve a feladattípusok szempontjából. Ugyanúgy egy 180 perces vizsga lesz, ami a teljes képesítő vizsga 60%-át fogja kitenni, és a fennmaradó 40% pedig a társasházkezelési tervnek a megvédése, prezentálása lesz igen, majd. Igen, mert ugye korábban ez szóbeli volt, tehát volt egy írásbeli és volt egy szóbeli része a képesítő vizsgának, most a szóbeli rész az eltűnt, tehát nincsenek ilyen kidolgozni való tételek. Ettől függetlenül meg fogjuk csinálni szerintem az órákon, mert hasznos, nagyon jó lesz nektek, de a korábbi okáival ellentétben itt most az lesz a ti feladatotok a projekt feladat megvédésénél, hogy leadjátok ezt a társasházkezelési tervet az akkreditált vizsgaközpontnak, ott valaki jól megolvassa szépen, elolvasgatja, megnézi, hogy hát ez nem stimmel, hát az nem jó, ez jó, kigyűjti azokat a kérdéseket, amelyek szerinte megvédésre kell, hogy kerüljenek, és amikor elmentek vizsgázni, akkor oda teszik elétek majd szépen ezt a szakdolgozatot, és azt mondják, hogy szerintünk a beszámoló része mondjuk hibás. Nekünk ez nem tetszik, itt valamit találtunk. Miért így készítettél? És akkor neked kell megvédened azt, hogy azért így készítettem, mert ez a társasház ilyen paraméterekkel rendelkezik. Tehát ez egy picit nehezebb lesz, mint ami volt, viszont sokkal izgalmasabb szerintem. De felkészülünk rá. Megígérem nektek, hogy fel fogunk rá készülni. Mindenre felkészülünk.